Hölgyeim és uraim, még mindig egy picikét fenyeget minket az eső, de még kockáztatjuk a hangszereink épségét. Úgyhogy még kérem, hallgassanak szeretettel saját szerzeményt. A következő szerzemény mindenkit érint, a címe az, hogy nagyapa. Azért érint mindenkit, mert valaki vagy lesz nagyapa, vagy most az, vagy van nagyapja. Én az én saját nagyapámra gondoltam, amikor ezt írtam. A legszebb élmények a 80-as években voltak nagyapámmal, és ezekről az élményekről szól. Nagyjából ezt az érzést fogja sugározni a 80-as évek zenéjét ez a rész. Remélem, hogy tetszik önöknek, és fel tudják majd idézni azt a korszakot. Thank you.
Nagyon szépen köszönjük. Gondolom, ezek már olyan teljesen elfogadható hangzások voltak, tehát nem annyira érdesek, mint az előző. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtapsolták ezt a művet. A családom többi tagjáról is van, de a mai este arra kevés, hogy mindenkit eljátszunk, a feleségem, a gyermekem, stb. A feleségemről írtam egy olyan darabot, hogy a 8. A 8. házassági évfordulónkra, de több kollégám azt kérdezte, hogy a 8. utas a halál. De nem nincs azzal kapcsolatban. Úgyhogy hát úgy érzem, hogy egyre jobban esik az eső. Egy utolsó darabban még elbúcsúznánk. A metált kedvelő fiataloknak üzennénk ezt a darabot. És azoknak, akik szeretik a Star Wars-t, az első részből fog következni a jó és a rossznak a harca. A mi átdolgozásunk. Hölgyeim és uraim, ezzel elbúcsúzunk, mert érzem, hogy egyre jobban esik az eső, és további kellemes estét kívánok önöknek. Nagyon örülök, hogy ilyen élményteli alkalommal tudtunk önökkel találkozni. Remélem, hogy nem utoljára. Jó estét kívánunk! Nagyon szépen köszönjük! Nagyon szépen köszönjük a Miskolc Wigbandnek és Sándor Feli kollégámnak, hogy elfáradtak. Lehet, hogy még egyet, hát most ugye az időjárás azért ilyen kis csalafinta. Tehát akkor még arra ösztönöz benneteket is, hogy muzsikáljatok, mert úgyis jól érzitek magatokat, itt úgy látom, hogy egyet fognak játszani.